Olvasó próbára gyűltek össze a Móri Zsigmond Színház színészei. A társulat a Kapj elhatót című ös ősbemutatójára készül. A történet szerint Frank, akit Jenővári Miklós alakít, egy átlagos amerikai tinédzser, aki a családi problémák miatt elszökik otthonról és sajátos karrierbe kezd. Mindig más alakot öltő, zseniális szélhámos lesz. Szédítő virtuózitással csekket hamisít, másodpilótának, orvosnak és ügyvédnek adja ki magát. Frank Brilliáns üstökösszerű pályafutása az egyik legjobb, csalásokra szakosodott FBI ügynök érdeklődését is felkelti. Az ügynök i és ákos alakítja, üldözni kezdi a fiút, és az izgalmas párbaj mélyén egyre több szál köti őket össze. A műzikelt horvát illés rendezi. Örömmel fedeztem fel, hogy a broadway aztán a 2010-es évek elején készítettek ebből egy musical adaptációt a kinti színházok, és kapva kaptam az alkalmon, hogy akkor ezt mutassuk be, mert, mert a sztori az izgalmas, szellemes, kiváló alakításokra ad lehetőséget, és nagyszerű lett a, a musical adaptáció, nagyon hangzatos, kiváló dalok vannak benne, látványos koreográfiákat lehet majd rácsinálni, szóval egy igazán nagy show műsort lehet kerekíteni ebből az egészből. Minden idők egyik legnagyobb amerikai csalójának igaz történetéből 2002-ben Spielberg készített filmet, ez az alapja a műzikelnek. A több Tony díjra jelölt zenésjáték kiemeli a váratlan és érzelmes fordulatokban egyaránt bővelkedő, szellemes történetet, zenei anyaga dallamos és magával ragadó. revűs jazzes van, úgyhogy kifejezetten kellemes fülbe mászó dallamok, amik, amik legtöbbször nagyon dinamikusak és energikusak, úgyhogy nagyon, nagyon számítok rá, hogy látványos dolog lesz. A kap Elhatót című műzikkel minden bizonyal a nyíregyházi közönséget is meghódítja majd. A bemutató április 1-én lesz a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A színháznak ebben az évadban ez lesz az ötödik bemutatója, és a tervek szerint éveken át műsoron tartják majd a produkciót.